A Nyíregyházi Egyetem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb felsőoktatási intézménye. Több oktatási egysége van, köztük 12 intézet várja a tovább tanulni vágyókat. Az intézmény elsősorban bölcsészeti, pedagógiai, társadalmi, gazdasági, művészeti, műszaki, agrár- és természettudományi területeken végez kutatásokat és képez szakembereket. Idén az általános eljárás keretében összesen 1088-an nyertek felvételt, pótfelvételén pedig 75 fő. Az egyetemen szeptember 1-én tartották meg a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülést. A rendezvényen többek között a jubileumi diplomások és az első évfolyamos hallgatók is részt vettek. Őket köszöntötte Nyíregyháza polgármestere is. A városunk számára kiemelten fontos és büszkeség az egyetem. Ez egy komoly érték a jelenben, az élet minden területén és a város jövője szempontjából talán még nagyobb jelentőséggel bír. Úgyhogy ezért is van az, hogy soha nem mulasztom el, hogy eljöjjek a tanévnyitó és a tanévzáró ünnepségre is. Én azt kívánom a oktatóknak, hogy sok sikerük legyen a tudásuk átadásában, a diákoknak pedig sikeres vizsgákat, boldog egyetemi éveket kívánok, és így, ahogy elhangzott, az egyetemi polgárrá választás mellett most már hagyományosan több éve egy polgármester jelképesen a nem nyíregyháziakat, nyíregyházi polgárrá is fogadjuk az egyetemi éveik alatt. A tanévnyitón az első éves hallgatókat a sportért felelős államtitkár is köszöntötte. Egész életükre meghatározó ismereteket, kapcsolatokat, élményeket szerezhetnek itt a Nyíregyházi Egyetem tavai között. Hiszen biztosan lehetnek benne, hogy az itt oktatók magas szintű minőségi tudásokkal, tapasztalataik átadásával és odafigyeléssel olyan ismeretekkel látják majd előnöket, amelyekkel sikeresen nézhetnek szembe a 21. század kihívásaival. Az intézmény rektora Vasné dr. Figula Erika megköszönte az új hallgatók bizalmát, hogy a Nyíregyházi Egyetemet választották. Kedves hallgatók, kérem higgyenek magukba a lehetőségeikbe, abban, hogy a világ, az életük alakítható, megváltoztatható, és kérem, ne álljanak be a legelső szabad helyre. Őszintén remélem, hogy egyetemi tanulmányaik idejét hasznosan töltik el majd ebben az intézményben, s mi pedig hozzájárulhatunk álmaik, vágyaik megvalósulásához. Tisztelt jelenlévők! A Nyíregyházi Egyetem rektoraként második alkalommal van lehetőségem átadni a megérdemelt jubileumi okleveleket. Az ünnepélyes megnyitón azokat az egykori hallgatókat is köszöntötték, akiknek 50, 60, 65 vagy éppen már 75 éves a diplomájuk. Jubileumi, többek között bronz, ezüst, gyémánt és arany diplomát is kiosztottak.